A Békés-Szentandrási Hírek márciusi számát láthatják nézőink, és Sinka Imre polgármester úr vendégei vagyunk ismét. Polgármester úr, ismét arra kérlek, hogy tájékoztasd a lakosságot először is a legfontosabb és legfrissebb hírek szerint. Ugye újabb egészségügyi korlátozások léptek életbe, ez hogy érinti a települést? Először is én is szeretettel és tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Ugye nagyon friss a korlátozás, hiszen még elmondhatjuk azt, hogy még a közlönyben a pontos leszabályozás nem jelent meg. Viszont ami a lakosságot érinti, illetve a hivatalt érinti, azt már látom és tudom, hogy a jövő hét hétfőtől, tehát 8-ától a hivatal ismét visszáll a teljes lezárása, tehát az ügyintézés a halotti és anyakönyvezés, születési anyakönyvezés kivételével abszolút online, illetve e-mailen, illetve telefonon fog működni a hivatalban. Itt nagyon fontosnak tartom azt, hogy a kollégáim egészségét is megvédjük. Tehát amennyire lehetett az elmúlt időszakban, azért próbáltunk nyitottan dolgozni, és a lakosság segítségére lenni akár fizikailag is. Ez most ebben az időszakban megint legalábbis az elkövetkező egy hónapban nem fog működni. Tehát arra kérnék mindenkit itt a televízió nyilvánosság előtt is, hogy telefonáljanak még abban az esetben is, ha egyeztessenek időpontot a kollégákkal, amennyiben valamilyen anyakönyvi ügyintézni valójuk van, hiszen csak így fognak tudni bejutni a hivatalba, hogyha időpontot kérnek a kollégáktól. Tehát úgy tűnik, hogy egyenlően csökkentett üzemmódban zajlik az élet majd a településen, azonban mindezek ellenére van mire büszkének is lennie Békés-Szentandrásnak, hiszen két nagy volumenű projektről fogunk most beszélgetni. Az első, hogy az ivóvíz minőségjavító projekt úgy tűnik, hogy a finiséhez ért. Ez egy igen kardinális kérdés volt az elmúlt években itt a településen. Így van, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen Békés-Szentandrás infrastruktúrájában az elsők között volt az ivóvíz, amikor 1960-as években kiépült. És egyrészről már ugye maga az egész hálózat idejét múltává, tehát előrekszik, rengeteg problémát okoz. Mondjuk ez volt a kisebbik gond. Nagyobbik probléma az magával az ivóvízzel volt, ami az Európai Uniós normáknak nem felelt meg. Tehát bizonyos anyagtartalomban egyszerűen nem tudta az uniós normákat hozni ez a víz. Ennek következtében kezdtünk el az alföldvízzel közösen egy ilyen hatalmas pályázatot, ami hát közel 1 milliárd forintos beruházás a településen, és igazából egy kis része rekonstrukció, amiben helyre lett állítva a településen belül a vízkörforgása, tehát hogy igazából ne legyenek pangóvizes szakaszok, mert a legnagyobb problémát a vízminőségben ez okozza. Másik részről pedig rákötöttünk, és hát most már büszkén elmondtam, hogy tegnapi nappal megtörtént fizikailag is a hálózat rákötése a regionális vízre. Hogy mit fog ez jelenteni? Egyik részről egy sokkal jobb minőségű, bár más ízű ivóvizet, tehát hozzá kell tennem más ízű, viszont nem fog kellene olyan szinten klórozni, nem fog kellene olyan szinten bánni vele fizikailag, mint a mostanival kezelni, tehát én abban bízom, hogy még egy olyan hónapnyit ígértek körülbelül, hogy lesznek problémák, hiszen magának a Globusnak a felújítása is része a projektnek, és legutolsó soron az most zajlik, tehát ez lesz a fejező fázisa ennek az egésznek. Viszont én úgy gondolom, hogy amennyiben most már az új vízzel egy tisztított rendszer, aminek a tisztítása még mindig zajlik a következő hetekben, még a hálózati mosás, szivacsos mosás lesz, és utána egy új felújított hidroglóbusszal, én úgy gondolom, hogy utána egy jó minőségű ivóvíz fog a lakosság rendelkezésére állni, és ami nagyon fontos az, hogy egészséges ivóvíz. Ugye ez volt az egész projektnek a lényege és célja. Persze, új célok is fogalmazódnak meg az emberben, hiszen jó volna, ha az egész hálózatot sikerülne majd alkalomattán kicserélni. Ezek ugye újabb pályázati feladatokat fognak adni, de igazából, tehát maga az, hogy a saját kútjaink itt leállításra kerülnek, és egy regionális hálózatról lesz a víz betáplálva a rendszerben, ugye aminek a kiépítése Szarvas irányából Furugy felől érkezik be a településre, és
Mondom, tehát én azt tartom nagyon lényegesnek, hogy egy egészséges, tiszta, jó minőségű ivóvíz legyen a faluban, és remélem, hogy aki most esetleg elégedetlen, mert nagyon sokszor tényleg koszos a víz, nem olyan zavaros víz jön a lefolyóból, szól is mindig különben a földvíz, amikor ilyen munkákat végeznek, de ez óhatatlan, sokszor vízhiánnyal jár, hiszen el kell zárni a vezetékeket. Hogy ezek a problémák előbb-utóbb feledésbe merülnek, és egy jó minőségű ivóvíz kompenzál mindenkit a mostanában ért pozóságokért. A másik rendkívül fontos téma már használt, elhasznált víznek a tisztítása. Ezügyben is már évek óta kardoskodtok, hogy egy jó minőségű, a jövőnek is megfelelő szennyvíztisztító telepetek legyen. Ez a beruházás hol tart? Így van, hát ha egy picit elébe megyek a dolognak, tehát valamikor 2016 körül fogalmazódott meg bennünk, látván akkor is, hogy a katasztrófavédelem év mint év megbírságol bennünket közösen az alföldvízzel együtt, hogy nem bírja a szennyvíztelepünk kapacitása, tehát már akkor is 110, 120, 130, 140, sokszor 150%-on működött. Ugye ezért a katasztrófavédelem rendszeresen bírságolásra hol fenyegetett, hol élt felénk. És itt fogalmazódott meg egy olyan cél, hogy valahogy meg kell oldanunk a szennyvíztelepünk kapacitás bővülését, legalább, hogy a mostani szintet elbírja. Illetőleg nagyon fontos volt környezetvédelmi szempontból az, hogy a tisztított szennyvíz ne a holdkörösbe legyen visszakormányozva, hanem próbáljuk meg az élőkörös felé. No, ez amikor megfogalmazódott az a terv, akkor is láttuk, hogy ez horribilis, tehát iszonyatos összegek kellenek hozzá. Ez önerőből egy településnek elképzelhetetlen, de azért ettől függetlenül belevágtunk a tervezetésbe, előkészítésbe. Itt hát egy több milliós beruházása volt az önkormányzatnak, önerős beruházása az, hogy olyan állapotba hozza az elképzelést, amely már egy állami pályázatokon támogatható listába fölkerült. Ide eljutottunk 2017 körül, majd 2019-ben kaptunk rá egy olyan támogatás, hogy igen, ez a pályázat, ez az Európai Uniós kehapos projekten belül támogatást nyert, mégpedig akkor 1500 millió forint értékben, tehát 1,5 milliárd forint értékű volt, illetve ez három településnek, három Békés megyei településnek a közös projektje, így volt 6 milliárd forint körüli a projekt. Azóta, ugye az árak elszaladtak a 2016-os tervezés óta, azóta emelkedett, tehát már most 1680 millió forintnál tart az összberuházás. És ami az apropóját adja a dolognak, hogy az elmúlt hónap végén, illetőleg ebben a hónapban már, tehát megtörtént itt is a projektnek a területátadása, megjelentek a nyertes cégek, bemutatkoztunk egymásnak itt az önkormányzatnál, megbeszéltük az elkövetkező időszaknak a folyamatait, hiszen azt kell tudni a szennyvízes projektről, hogy a projekt nagy része az kint a szennyvíztelepen fog zajlani, illetőleg Békés-Szentanás nagyközség határában, Öcsöd és Békés-Szentanás között, hiszen az élőkörösbe vezető nyomvonal kiépítése ott lesz majd egy, azt hiszem, 4,2 km hosszan. Viszont ettől függetlenül lesznek olyan részek, amit most végig kameráztak az elmúlt időszakban, és ahol esetlegesen megsüllyedt, tehát nincs meg a lejtése a hálózatnak, vagy rossz minőségű a hálózat, vagy probléma volt vele, ezek a szakaszok kijelölésre kerültek a településen belül, és ezeknek a kicserélése is folyamatban lesz. Tehát így fog kinézni a projekt, aminek a záró dátuma 2023. december 31-e, viszont itt már az előzetes egyeztetések során sikerült olyan lehetőséget fölvázolnunk egymással itt a vállalkozókkal, hogy lehet, hogy tudunk mi biztosítani egy másik olyan nyomvonalat, ugyanitt Töcsöd Békés-Szentanás között, ami nem kerül annyi engedélykérésbe, nem ütközik annyi jogszabálya, vagy esetlegesen Natura 2000-es területtel, hanem tisztán önkormányzati területen megy keresztül, és ezáltal akár egy évvel fölgyorsulhat ez a folyamat.
hiszen nagyon sokszor nem a fizikai kivitelezés az, ami a problémát okoz egy ilyen projektben, hanem teszem azt egy Natura 2000-es terület érintettségének az engedélyezése, az sokszor bonyolultabb, mint maga a kivitelezés. És így ezek ki esnének ebből a projektből, akkor az fizikailag felgyorsítaná időben, tehát akár hamarabbi befejezésről is beszéltünk és szó lehet. Nagyon örülnék neki, hiszen igazából ezt, erre is azt mondhatjuk, hogy ez egy első lépcső. Mert ha azt nézzük, hogy a településen alapvetően teljes a lefedettsége a szennyvíznek, vagy legalábbis 99%-os. Viszont a nyaraló üdülőterületeinken nincs meg ez. Innentől megnyílik a lehetőség, és eddig a problémát az okozta a nyaraló területek felé való bővítésnek, hogy kapacitás hiányában nem is lehetett pályázni. Tehát olyan szennyvíz üzemtelepnél, amelyik 150%-kal túlterhelt, nem pályázhat kapacitás bővítésre a település. Innentől viszont most már majd tudjuk nézni ezeket az Európai Uniós KEHOP-os pályázatokat, amelyek célzottan az ivóvízhálózat, a szennyvízhálózat fejlesztését írják elő, hiszen lesz annyi hely majd a szennyvíztelepen, hogy ezt fogadni is tudja, illetve tisztítani tudja. Tehát azért mondtam, hogy ez egy ilyen első lépcső, de óriási beruházásokról van szó, tehát itt most üdülőterületenként is ilyen legalább félmilliárdos beruházás egy-egy ilyen, ha azt nézzük, és igazából ami lényeges, hogy elindul vele egy folyamat. Tehát azt mondtam, hogy most teljesen mindegy, hogy ez a mi önkormányzatunk, vagy a következő önkormányzat, de ezáltal tud majd építkezni, tud fejleszteni, tud nézelődni, tehát mindig előre fele kell menni, és ez az alappillére. Ugye itt, ha visszautalnék arra, hogy például ugye a volt-volt elődöm, Sinka József polgármester úr, Isten nyugasztalja, megteremtette ennek a lehetőségét, hiszen ő volt az, aki pályázatokon Békés-Szentendrás szennyvízhálózatát kiépítette, aki a gázrendszert kiépítette. Most természetesnek veszi az ember, hogy hú, de jó, hát van gáz mindenhol. Akkoriban ez egy óriási lépés volt, meg egy hatalmas feladat, hiszen ma is nagyon sok település küszködik azzal, hogy nincs kiépített szennyvízhálózata. Most próbálnak pályázgatni rá. Nálunk ez a 90-es években lezajlott, tehát, vagy éppen a 2000-es évek elején. Tehát én úgy gondolom, hogy itt nagyon sokat köszönt az ember annak, hogy az elődök letették a lehetőséget. Én úgy gondolom, hogy most ezzel mi is így járunk, hogy oké, éppen ha még nem is mi, de majd a következők már tudnak ráépítkezni és tudnak vele haladni. Ezt látom az önkormányzatiságnak különben a kontinuitásában, tehát hogy folyamatosan tudja vinni a zászlót bárki tovább. Ahogy említetted, mintegy 180 millió forinttal meg fognak emelkedni a költségek. Ezeket a költségeket egyáltalán kifinanszírozza magyar állam vagy az EU? Mit kell erről tudni? Így van, tehát ez már megemelkedett, tehát itt módosult már a támogatás szerződés. Itt a magyar állam pótolt bele ebbe az összegbe, hiszen maga az akkor 2017-18-ban megfogalmazott keretösszeg mellett ugye az árak elszaladtak, és így az állam vállalta ennek a fönnmaradó résznek a bepótlását, tehát hatalmas összeg volt. Ez lezajlott még különben az elmúlt esztendő végén, tehát nagyjából 2020 november vége, december eleje volt, amikor mi megkaptuk róla a tájékoztatást, hogy meg lett emelve, elfogadták a túligénylést, és kell. Tehát ahhoz, hogy szükségszerűen meg lehessen csinálni most 2021-ben, ekkora áremelkedések után, itt kellett egy állami beavatkozás, hiszen ezt egy település nem tudja még ezt a... Itt csak pici pár százaléknyi eltérés, de egy település életében ez nekünk egy fél éves költségvetés. Igen, azért is kérdeztem. Ezt úgy tudtuk bevállalni, ezt a pályázatot, hogy állami garanciával és teljes 100%-os pályázatként működik. Ezek a beruházások fölé nyúlnak a települések büdzséjének. Tehát ilyen kis település, mint Békés-Szentendrás, egy ilyet nem tud, de még szomszédváros se tudna ilyet önállóan bevállalni, hogy most éppen 120 milliót jobbra vagy balra mellé teszek. És hogyha már pályázatok, akkor legutóbbi alkalommal is említetted a Magyar Falvak pályázatot, most megint pályáztok. Milyen elképzelések, milyen fejlesztési célok hát vannak? Sőt, most két csokor pályázatunk is van, tehát elmondhatom azt, hogy amióta legutóbb beszéltünk, azóta hát kolléganőimmel folyamatosan
dolgozunk és pályázatokat készítettünk elő, hiszen indul a Magyar Falvaknak is az új kiírása. Itt nagyon kíváncsi vagyok, hogy végre tudunk-e belőle profitálni. Ebben is van útra előkészített, itt az Arany János utcára készítettünk elő egy tervezetet. Van benne a művelődési ház nagy termére előkészített, van az orvosi rendelőre, belsőleg átalakításra előkészített pályázatunk, hiszen a külső most zajlik a TOB-ból. Illetőleg eszközbeszerzésre nyújtottunk be pályázatot, mégpedig két úgymond kisegítő sátrat szeretnénk venni, ami a nyári rendezvényeinknél volna fontos öltöző meg egyéb szempontból kiegészíteni a már ott lévő komplexumot. Úgyhogy ilyen pályázatokat, ezeket benyújtottuk az elmúlt időszak során, illetve benyújtjuk az elkövetkező héten, mert azt hiszem, hogy ezeknek március 31 és április 30 közti időszakban van a benyújtási időszaka, tehát előkészítjük folyamatosan. Illetve egy nagyobb falatot, egy sokkal nagyobb falatot kezdtünk el előkészíteni, mégpedig most már társadalmi egyeztetésre, kiírásra került a TOB Plusz pályázatok sora, vagy amit régen úgy emlegettek, hogy VMOP, tehát a versenyképes Magyarország projekt. Mai neve az TOB Plusz ennek a pályázatnak, és már most odáig jutottunk, hogy projekt ötleteket kérnek be tőlünk, elsősorban a megyei önkormányzat, illetőleg a székhelytelepülésekkel, tehát járási székhelytelepülésekkel egyeztetve közösen kerültek beadásra a projektjeink. Hát őszintén nagyszerű projekteket sikerült megint össze gondolnunk, bár itt van, ebben is van olyan, amire úgy gondolom, hogy ötletnek szenzációs, viszont az egyedül nekünk nem megy. Itt kezdeményeztem Babák polgármester úr felé is, hogy gondolkodjunk közösen, hogy ha sikerülne konzorciumban megoldani egy kerékpárutas pályázatot, mégpedig Békés-Szent András felől Furúgy felé a gáton egy kerékpárutat létrehozni, amit össze lehetne kötni Szarvason a Mótyónál lévő kerékpárúttal, és azt mondom, hogy alkotnánk egy olyan 30 kilométeres kerékpárut szakaszt, amivel a körös körbe kerékpározható abszolút módon. Ez például az egyik elképzelésünk, persze ez még most jelen pillanatban azt mondhatjuk, hogy ötlet kategóriában van. Ugyanígy ötlet kategóriában van a szabadidő park is a strand területére, ahol azt álmodtuk meg most, hogy egy olyan kombinált játszóteret létrehozni, ahol van egy részleg, ahol az úgymond 0-3 éves gyerekek játszhatnak, van egy, ahol a 3-tól 14-es korosztály játszhat, és van egy street outwork rész, ahol akár a felnőttek is tudnak edzeni. Tehát, hogy össze lehessen családi programokat kötni, hogyha mozogni akar a szülő és a gyerek is, és minden szintű, és egymástól elkülönítve, hogy ne lehessen, hogy ne legyen baleset veszélyes egymásra nézve. Tehát ezeket álmodtuk meg, és raktuk össze például egy pályázatban. Van belső kerékpárutunk tervezve, kettő is szintén. Az egyik a ha jól emlékszem, a Kodály Zoltán utca, igen, teljes hosszára, az egy belső rásegítő kerékpárút lenne, ami tehermentesítené a most már jó és nagyon erős közlekedés szempontjából a Hunyadi Kálvin utcánk. Kra kijutó kerékpáros forgalmat, tehát hogy ne legyen balesetveszély, egy mellette vele párhuzamosan futó kerékpárúttal váltanánk ki, ami ugyan egy utcányival beljebb van, de tökéletesen megfelel a célnak, hogyha valaki az iskola, óvoda, bölcsöde, Hungarofood, már ugye a másik húsüzem útvonalat akarja járni, ezen az úton tökéletesen el tudná érni belülről a településen, és nem kéne fönkerékpározni a 44-105-ösön vagy a Hunyadi utcán, hogy ne zavarja a forgalom egymást, vagy akár a boltban menni is, ez bármi. Ez egyik. A másik ilyen elképzelésünk, ami leadásra került az ötletek sorában, pedig a piacteret, a régi piacterünket, illetőleg a vadászházat összekötő kerékpárút szintén. Ugyanezen út kiváltása ez is, tehát igazából azt szeretnénk, hogyha most már ugye megnövekedett a forgalom, a belső forgalom, mert járható a Hunyadi utca, viszont gyorsabban ezzel együtt gyorsabban is mennek az autók. Itt szeretnénk kiváltani azt, hogy most már ugye a hosszanti kerékpárút hálózat majd csak kialakul a településen, tehát hogy a párhuzamos is menjen. Egy lesz a 44-essel párhuzamosan felújítva, és szeretnénk egyet pedig itt belül elhelyezni. Majd látjuk, hogy ezek a projektek mennyire válnak támogathatóvá. Én az indoklását, az indikátor indoklását én kifejezetten jónak tartom, tehát erősen meg lehet azt indokolni, hogy jogos a kerékpárút.
Kiderül majd az elképzeléseknek, meg persze természetesen, amikor az lesz az elsődleges, amikor megmondják, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, tehát mekkora az a keret, amiből lehet gazdálkodni. Nagyon sok tervet összeraktunk különben, de itt most 2 hétig azon dolgoztunk, hogy különböző projekteket előkészítsünk, nevesítsünk. Ugyanígy, mint ahogy most terve van az István Király utcát is, leadtuk aszfaltos útas pályázatra, hogy hát ha még egy utcával sikerülne növelni az aszfaltos utcáink számát, mondjuk ezt egy belügyes pályázatban. De mellé, tehát több mint 1 milliárd forint értékben raktunk össze most csak így pályázati ötletet, amiből aztán természetesen én úgy gondolom, hogy a járási polgármesterekkel együtt lejövve, amikor már látjuk a keretösszeget, meg fogjuk tudni beszélni, hogy mi az, ami reálisan és úgymond lakosságarányosan tud a településre jutni, hiszen az volna a lényeg, hogy ezek a mondjuk járásokra lealokált pénzek, ezek lakosságarányosan kerüljenek szétosztásra, és mindenki tudja meg borostani ötleteit. Tehát az egy dolog, hogy nekünk tényleg van egy szatyorra való ötletünk, meg nagyon sok olyan pályázatunk, amit tényleg csak elő kell venni a fiókból és leadni. Ez egy olyan dolog volt, amit évekkel ezelőtt tanultam, hogy legyen az embernek mindig sok előkészített pályázata, hiszen talomban, és nem tudni, hogy melyik az, amelyiket éppen elő lehet húzni és be lehet adni. Ugyanígy, mint ahogy van előkészített projektünk az ódaépületének a felújítására jelen pillanatban, az is az ötletek között szerepel. De gondolkodunk és beszéltünk már itt egy kisebb sportcsarnokszerű létesítmény, és itt a szerű létesítménynél maradok már a paramétereiben egy kicsit, tehát 40x25-ös, tehát a legkisebb paraméterűben, hogy azt hova tudnánk hatékonyan megvalósítani. Itt kooperálunk a sportegyesületekkel is, hogy ki mennyire tudná esetleg a fenntartásban a részét kivenni, mert nekem mindig ugye a fenntartással vannak kérdéseim. De úgy néz ki, hogy jelen pillanatban erre is pozitívan tudunk elmozdulni. Tehát rengeteg ötletünk. Most 2 hete más se zajlott. Egyik oldalról fejezgetjük a pályázatainkat, a másik részről már most az engedélyek beszerzése zajlik. Tehát például ugye már sokan megkérdezték tőlem az elmúlt időszakban, hogy piac épülete miért nem nyitottuk még meg. Igen. És ugye ennek nem a Covid az oka, hanem az oka, hogy a projekt lezárásaként ugye ezeknek a használatbevételi engedélyt meg kell kérni. A használatbevételi engedély az egy hatósági eljárás, aminek bizonyos paramétereknek teljesülnie kell, melynek során utána megkéri az ember a használatbevételi engedélyt. Ez zajlik jelen pillanatban. Tehát én úgy gondolom, hogy mire a Covid-ka távozik innen, tehát mondjuk 4 hét múlva, hogy leáll a karanténos időszak, nagyjából ott meg fogjuk tudni nyitni a az új piacot is. Uh-huh. A másik ugyanilyen, másik ugye ugyan már használjuk a nézőteres részét a sportpályán a színpadnak, viszont annak is jelen pillanatban zajlik a használatba vételi engedélyezés, hiszen még fizikailag nem zárult maga a pályázat, attól, hogy kész az épület, az egy dolog. Itt is hát még olyan kitételek voltak, hogy tűzivíz kivételi helyet kell kiépíteni, mert a katasztrófavédelmi törvény ugye előírja, hogy 150 méteren belül kell lennie. Nekünk volt 220 méterre egy, de az nem 150, akkor most annak a kiépítése zajlik, utána viszont ennek is úgy néz ki, hogy most már a végére érünk, majd a használatbevételi engedélyt megkapja, és akkor így lehet lezárni ezt a projektet is teljes egészében. Tehát van egy ilyen utógondozós része is ezeknek. Mondom, másik oldalról pedig tényleg brainstormingoztunk és összeszedtük az ötleteket. Igaz, hogy ugye ezt most nem tudtuk bizottsági szinten tenni, hiszen hivatalosan nem működhetnek, de azért azt meg tudtuk tenni, hogy a kollégákkal, illetőleg meghívtam magamhoz a projekt előkészítés és település üzemeltetési bizottság elnökét, és leültünk közösen, és na akkor gyerünk és szedjük össze egy minkvantalomban, frissítsük föl, milyen új ötletek vannak, milyen új lehetőségeink vannak, és ebből összegyúrtunk egy nagyon komoly kis ötlettárat, amit leadtunk a megye felé, illetőleg a járás felé, a járás pedig továbbította a megye felé. Tehát most ebben vagyunk éppen, tehát ebben a következő programozási ciklusnak az elejében. Volt a leadási határidő? Igen, tehát amikor megkaptuk szerdán, csütörtök dél. Volt a leadás. Na, ilyenkor jó, amikor azt mondom, hogy kihúzom a fiókomat, kiterítjük azt, ami van, összeírjuk, hogy mi az, ami ebből belefér a célzott tervekből, mert ugye meg kell nézni, hogy milyen prioritás tengelyeket ad maga a pályázat,
mi az, ami a magyar falvaknál fér bele, mi az, ami a top plusznál fér bele, mi az, ami a vidékfejlesztésnél fér bele, és nézegettük, mihez esetleg mi hiányzik, milyen tervezés kell még hozzá, vagy éppen újraengedélyeztetni valamit, és ezt is szépen összegyúrtuk, új ötleteket pedig simán ceruza, papír, megrajzolgattuk, hogy ne ez így néznek jól, és magát az ötletet nagyjából beárazva be tudtuk emelni a projektbe. Mikor és kik döntenek ezekről a projektekről, elképzelésekről? Alapvetően mindig a képviselőtestület, illetőleg előtte a szakbizottságok javasolnak, tehát úgy működik. Nagyon sokszor ötletadó szereplek én benne, tehát amikor előkészítünk egy projektet, úgy kerül a bizottságok elé általában az alternatívákat, mondjuk én szedegetem össze, illetőleg a projektes kollégák. Ezt ötletelés szinten a bizottsági tagok kiegészítik, újra visszamegy a kollégákhoz a dolog, és akkor már a kiegészített fog a következő bizottságülésre bejönni. Tehát ez így szokott működni alapvetően, hogy adok valami, ez egy ötletet, ezt a bizottság kiegészíti, visszakerül a hivatal elé, alá lesz támasztva, és úgy jön vissza egy bizottsági anyagként. Na, nagyon érdekes a mechanizmus, én nagyon szeretem különben, de ez most ez egy kivételes dolog, ugye jelen pillanatban a bizottságok nem működnek, tehát ez most úgy működött, hogy leültünk, projektes kollégák, bizottsági elnök úr, jó magam, és próbáljuk meg kitalálni. Nagyon gyors is volt a visszajelzés, amit vártak tőlünk. De szerencsére, tehát tényleg az volt az egyetlen egy problémánk, majdnem, hogy kevés volt a papír, tehát ha kell, háromszor annyit is tudunk írni. De ettől függetlenül, tehát mindig az adja meg az alapot, amikor kiírnak már egy pályázat ebből is. Viszont ugye arra van ígéret jelen pillanatban, hogy ez a program elindul nagyon rövid időn belül, és nagyon magas százaléka a pénzeknek még az idei évben kiutalásra kerül. Uh-huh. Tehát most így áll jelen pillanatban ennek a top plusznak a programozása. Nagyon oda kell tenni magunkat mellé megint. És ugye innentől, hogy leadtuk az ötleteket, itt zajlik a háttérben egy hatalmas munka mindig, hiszen elő kell készíteni ötleteket, hogy most már akkor, ha csak megy, akkor így menjen. Az engedélyeket megszerezni hozzá, kidolgoztatni pontosan, hogy mennyibe is fog az kerülni, már előkészíteni, hogy kitől, kiktől lehet árajánlatokat kérni, kivitelezésre, gyártásra, bármire. Tehát ez ugye, amit nem lát senki, hogy ez egy iszonyatos papír, telefon és online tevékenységet igénylő egyeztetés, pláne nagyon sok pályázatnál. Tehát most is még jelen pillanatban olyan 20 pályázatunk van, amit zárunk, nyitunk, rendszerezünk, utómunkája van, vagy már éppen csak hozzátartozó sallang tevékenységet kell megcsinálni, de van még vele munka, és itt nyílik egy új projektsor. Plusz mellé megy a magyar falvak, plusz mellé jönnek a napi pályázati kiírások, és mellé pedig nagyon-nagyon óvatosan kell bánnunk, hiszen az önerőnk, amit eddig a pályázatok mellé tudtunk tenni, nagyon-nagyon lecsökkent. Ugye most már az elmúlt héten meghoztuk a költségvetésünket, tehát van Békés-Szenttamásnak úgymond költségvetése, sikerült nullára kihoznunk. Viszont ezzel együtt is az önerőnk, tehát hiányzik az a 60 millió forint, nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan és milyen formában tud ez pótlódni, mert például a VP-s pályázatoknál, ahol egy előfinanszírozott pályázatról van szó, ott nagyon komolyan hiányzik az embernek, hogyha nincs a soron pénz. Mert ott nekünk kell előre befizetni, és majd az államkincstár később visszautalja. Igen. Ha már említetted az előzőekben az orvosi rendelő felújítását, ami most szemmel láthatólag zajlik is, hiszen az utcai front felül hőszigetelés történik, hogyha jól láttam. A második körben meg a belső felújítást céloztátok meg. Ez mikor várható? Hát amennyiben ugye tudnánk egy sikeres pályázatot prezentálni a magyar falvakban, nagyon rövid lefolyású, tehát itt az elbírálás gyorsan megy. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a 2022-es esztendőben tudna realizálódni. Uh-huh. Tehát az a most leadott pályázat, azt mondja, hogy április végére elbírálják nagyjából, nem április végére, május végére elbírálják nagyjából, az azt jelenti, hogy van hozzá az embernek augusztusra egy támogatási szerződése, elő tudja készíteni, és a 22-es esztendőben meg tudja valósítani. Ezek volumenében viszonylag kisebb, igen, 50-70 millió forint körüli, de nagyon komoly beruházás. Illetve azt is tudni kell, hogy mi annak idején ugye a TOBban
egy komplett felújítást készítettünk elő az orvosrendelőnek, egy, azt hiszem 70-75 millió forint értékben, amit aztán ketté kellett vennünk. És a kisebb energetikai felével pályáztunk a top pályázatban, ami nyert is, itt 20 vagy 21-22 millió forint értékben, ennek a megvalósulása zajlik, de egy nagyobb belső, illetőleg tetőfelújítás rész az kimaradt a projektből. Éppen a források miatt nem lehetett beletenni, tehát nem fért. Ugyanez volt a dolog, hogy a mindenkori megyei önkormányzat az volt a cél, hogy minél több település juthasson hozzá a topos forrásokhoz, és igazából hát önmérsékletet kértek a polgármesterektől, hogy redukáljuk már le, mert egy nagyot nem tudnak támogatni, de egy-egy kisebbet több településnek igen. Tehát ez volt az irányelv, és ugye így kerültek be ezek a kisebbre szabott pályázatok. De megmaradt a másik része is. És ezzel a másik részével próbálunk most pályázni, hiszen akkor lenne komplett az egész, ha mindez működne. Ugyanezen a műfázas pályázatunknál is, hogy amennyiben végre egyszer eljutunk odáig, hogy az a pályázat is elinduljon és megy, ott is külsőleg minden szép lesz, csak maga a nagyterem csúnya, ezért van annak is egy, a nagyteremre külön egy magyar falvas pályázat benyújtva, ahol a parketta csere, a színpad csere és a többi belefér, kisebb keretösszegű, viszont a topba, tehát egy külső energetikai felújításban nem lehetett a parketta cserét beletenni, mert nem lehetett. Akkor lehet mondani, hogy tulajdonképpen minden kívánságotok, pályázatotok előbb-utóbb teljesül, csak nem egyszerre? Alapvetően igen, tehát itt visszautalnék megint, hogy volt a 2006 és 10 közötti önkormányzatnak is ilyen elképzelés, hogy 11 utcát fölújítanak Békés-Szentendrén, ugye megterveztették, vagy legalábbis a tervek előkészítésre kerültek. Az is egy nagyon jó ötlet volt, abból is most már valósult meg, például a Csokonai utca, de abból van tervezve az Arany János utca is, abból van tervezve az István Király utca is. Tehát valósult meg ebből a projektből is. Tehát ezért jó, hogyha az embernek van hova nyúlnia. És a beszélgetésünket megelőzően elárultad, hogy hamarosan wifi pontok is létesülnek itt a településen, Békés-Szentendrén. Erről mit lehet tudni? Igazából ez egy direktbe az Európai Uniótól származó pályázat, és hát megnyertük már szerintem, hogy másfél éve. Csak pont a Covid kirobbanása miatt az Európai Unió mindig tolta a végső határidejét, tehát igazából nem szorított az idő bennünket, és sokkal több szoros pályázat volt. Ez 15 ezer euró, tehát nem egy olyan kis pénz azért maga a projekt, és az volna a lényege, hogy a településen több olyan pontot tudjunk létrehozni, ahol a lakosság jó minőségű wifihez tud férni ingyenesen. Magyarul az online szolgáltatásokat bármit el lehet érni, egy erős, széles sávú rendszer segítségével. És ugye ezeknél is bizottsági szinten kiválasztgattuk, hogy mely területeink azok, ahol érdemes volna. Hát többek között éppen az egyik a hivatal területe, illetőleg a hivatal körüli terület, másik az orvosi rendelő és az új piac körüli terület, a buszmegálló környéki terület, illetve a strand környéki területek. Ezeket emeltük ki, bár a strandunkon van már free wifi, de ezek jóval nagyobb teljesítményű és modernebb pontok. Valamint be van építve bele még a kamerahálózat kiépítése is, tehát például az új piacunk védelmét ellátó kamerahálózat is ebből lesz megvalósítva. Valószínűleg ugyanez lesz a buszmegálló környékén is, egy sokkal jobb minőségű hálózatot tudunk majd kiépíteni ott is. Illetve ugye a top pluszos elképzeléseink között már be lett adva a dísztérnek a kialakítására is, tehát a mostani piactérként szolgáló térből szeretnénk egy központi teret, egy díszteret létrehozni Békés-Szentendrénnek, és ennek azért nem mindegy, hogy most ez egy wifivel is el van látva, esetleg be van kamerázva, hogy jó szándékú emberkék ne tudják olyan könnyen tönkretenni. Tehát egy ilyen irányba is próbálunk mozdulni, és ennek egy része ez a Wifi for EU, és ugye az elmúlt hó végén tartott megbeszélésünkön a testülettel,
És már arra jutottunk, hogy jó, akkor most már hívjunk meg három kivitelezőt, és kezdjük el bonyolítani ezt a projektet is, hiszen előbb-utóbb kimegyünk a Covid-ból tényleg, és be kell fejezni ezt a pályázatot is. Mondom, ez a kisebbek közül volt egy. Ugyanilyen helyzetben van a hivatal, illetve az önóra kiírt napelemes projektünk is, az is, hát most nem akarok mellé beszélni, ez olyan 20 millió forint értékű projekt, és az is ebben a fázisban van, hogy már most a kivitelező kiválasztása folyik, és rövidesen az is meg lesz. Az pedig energetikai szempontból nagyon nem mindegy, hogy ha végig gondolom, ugye két reális lehetősége van az embernek, mert mondjuk ha fönn van egy ilyen kis házi naperőmű az épület tetején, hogy ha könnyíteni akarom a kollégáim munkáját, akkor klimatizáltatom az épületet. És abban a pillanatban azt mondom, hogy nem kerül többe, tehát ha fönn van. Ha pedig nem, tehát abszolút a Dagobert bácsi is módszert választjuk, akkor pedig azt mondom, hogy jó, nincs villanyszámlánk szinte. És nem kell fizetni, tehát az indikátoraink ezáltal még erősebbek lesznek. Tehát ilyen két alternatíva van. Én arra hajlok különben, tehát ettől függetlenül, hogy klimatizáltatni az épületet. Ugyanez a gondozási központnál is, mert az idős embereknek sem mindegy, hogy egy 40 fokos július kínozza vagy augusztus őket, meg egy mínusz 20 fokos tél. Ezek a új klímák már hűtenek, fűtenek, igen, ha kell, rásegítenek, és ha már az az áram a napocskából ingyen van, akkor miért is ne fordítanánk az időseink kényelmére. Másrésztről pedig a kollégáim is, tehát nem mindegy, hogy valaki 40 fokban a homlokát törölgetve dolgozik egy számítógép mellett, vagy egy esetlegesen normálisan klimatizált helyiségben. Tehát mi most jutottunk el idáig, hogy ezeket a projekteket megvalósítsuk. Ugye itt sokban mondhatjuk azt, hogy kullogunk a város után, de eljutottunk idáig. Az elmondottak alapján a lakosság, a nézők érzékelhetik azt, hogy a képviselőtestület, a polgármester és a polgármester hivatal munkatársai teszik a dolgukat, és a fejlődés nem áll meg. Beszélgetésünk lezárásaképpen mit kérnél a lakóktól, mit üzensz a lakóknak, a nézőknek? Hát én a mostani jelen pillanatnyi állapotban én tovább is azt mondanám, hogy én türelmet kérnék a lakosságtól, illetve azt kívánom, hogy vigyázzon mindenki magára és a szeretteire, mert nem egy egyszerű időszak következik az életünkben. Mindezek mellett pedig a településünkön és a környéken élő hölgyeknek boldog nőnapot kívánok, valamint ha addig nem találkoznánk, kellemes húsvéti ünnepeket nektek is, illetve a nézőknek is.